A Total Car erőmérőben ismét egy Lada, és azért egy Lada, mert én szeretem a Ladát, ezért ráerőszakolom mindenkire a véleményemet, és Lada lesz, nem? Természetesen nem ezért, hanem azért, mert egyrészt Lada 7 van a Total Car-on, az 50 éves évforduló alkalmából, másrészt meg tényleg szeretjük a Ladát, és a Lada megítélése még itt házon belül is kicsit ilyen vitákra ad okot, ugyanis arról van szó, hogy egyesek szerint a Ladát csak a könnyes szemű romantika miatt szeretjük. Én egy kicsit megfordítanám a helyzetet, a Lada a maga korában nagyon jó volt, és nem a Ladának a hibája az, hogy 30 évig, vagy nem is tudom hány évig gyártották, és kvázi elment mellette a technológia, és tudjuk, hogy volt a 2105-ös is, meg a 2107-es is, a Merci elejű. Valójában ez leginkább egy faceliftnek volt tekinthető, mert a csillogó külső alatt, a nagy Mercedes hűtőmaszk alatt ugyanaz a technika ragyogott, vagy nem is annyira ragyogott sajnos, mert a minőség az itt szép lassan kezdett lecsúszni. Ennek ellenére, vagy talán éppen ezért megszerettük a Ladákat. Ez itt kicsit a hiánygazdaságnak is tekinthető volt, mert igazi piacgazdaság nem volt itt, itt mindig ilyen torzított piac volt abban az időben, és ugye a Lada volt az, amit hasonlíthattunk másik autókhoz, de igazság szerint mi volt a konkurencia? A Skoda, meg a Wartburg, meg a Dacia, ugye? Hát ugye ez a vakok között király volt, a félszemű tipikus eset volt. És én, amikor Ladáról beszélek, én mindig ez a hosszmotor hátsó kerékhajtású Ladára gondolok, nekem már kicsit a látóteremből a szamara is kívül esik, ugye gondolták a nagy modernizáció, amikor majd betörnek a nyugat-európai piacra, hát ez is elmaradt, mert ezzel is sokat késtek. De a lényeg az, hogy itt Magyarországon nagyon népszerű volt ezek a sorozatok, és ugye ezek a 2101-esek, ez egyébként egy 1002-es, már kicsit későbbi változat, ebből nagyon sok volt, elérhető volt abban az időben, bizonyos körülmények között, ugye ezt is azért mondom, mert várni kellett rá, stb., de ehhez hivatalosan hozzá lehetett jutni. Azóta szeretjük, és meglepő módon a fiatalok is szeretik a Ladát. Ennek az autónak is tulajdonosa is egy fiatalember, aki egy picit át is alakította az autót, de erről majd beszéljen ő, és beszéljen ő arról, hogy miért választotta a Ladát. Igazából nagyon pontosan nem tudok erre a kérdésre válaszolni, biztos van köze ahhoz, hogy édesapám kvázi Ladában nőtt fel, illetve hát nagyon tetszett mindig ez az olaszos forma, illetve hát a kisgyerekként néztem a YouTube videókat, hogy hogy keresztbe lapon közlekednek ezekkel az autóval, hát azt hiszem, hogy így ez volt a szerelemnek az oka. Oké, és ez nem egy sima 1002-es vagy 1003-as, hanem picit módosítottál rajta, mik? Így van, ami így kívülről látszik, ugye van rajta BMW E21-nek az alufelnie, a futóműhöz hozzá lett nyúlva, a rugóknak és a lengéscsillapítóknak a cseréjével lett kicsit kikeményítve az autó, hátul egy sperdifi garantálja az élvezetes autózást, illetve hát a motortérben történtek változások, a 2106-os blokk van benne, kompresszív viszony lett egy picit növelve rajta. Ezért mondjuk el annak, aki nincs ennyire a kódokban benne, hogy az az 1006-os blokk. Igen, illetve a nyívában is, a fekvőlámpás nyívában is ez volt megtalálható. Ez az újabb nyívának, az 1.7-es nyívának a vezérműtengelyét kapta meg egy fokulókerékkel. Van rajta egy emelt szállítású egyedi olajszivattyú a Carbonara Motorsport jóvoltából, egy olajterelős karter, illetve van rajta egy mechanikus karburátor. Illetve ami talán a legkülönlegesebb része az autónak, hogy egy írható gyújtásvezérlő van benne, ez szintén a Carbonara Motorsport és Szabó Bálint barátomnak az érdeme, és hát jelenleg nagyjából ezt tudja az autó. És mit gondolsz, teljesítményben mit fog? A löketérfogat az maradt 1.6, ugye? Az maradt, igen, 1.6, nem lett furva. Én azt gondolom, hogy bízom benne, hogy több lovas sikerült visszacsalogatni a motoreztetőle, mint amennyi elszökött az évek során, egy 80-85 lóerőben reménykedem, 78 volt gyárilag ez a motor. 78 volt papíron gyárilag, én azt mondom, ne sértő, hogy meg 80 lóerő. Ideje. Oké.
Megvolt a Lada mérése, és nekem most el kell, hogy mondjam, hogy egy kicsit csaltam, mielőtt tippeltem a lóerőt, én belenéztem a karburátorba, megnéztem a Venturi méreteket, mert tapasztalatból tudom, hogy akár mit csinál az ember, egy ilyen szívó motornál nagyon fontos az, hogy mekkora a karburátor szűkítője, mert úgy nagyjából az meghatározza a lóerőket. Csodák igenis vannak, de nagyon nehéz megtalálni a lovakat, hogyha le van szűkítve, és ebben egy közel széria karburátor volt, azért nem akartam, vagy direkt nem mondtam több lóerőt, mint 80, és így is lett 79 lóerő, és 117 Nm nyomaték. Ennél egyébként még fontosabb, hogy szépek a görbék, tehát nincs igazán műszaki oka, ami miatt nem lehet több, tehát nem rossz a gyújtás, nem rossz a motor, arról van szó, hogy ezekkel a paraméterekkel a töltéssel ilyen tud lenni, ennyi lóerőt tud. Ha megnézzük a teljesítménygörbét, nagyon szépen itt 4000-nél elkezd laposodni, és viszonylag fent van 4000-től egész 6000-ig, nyomatékgörbe pedig sík, mint a nagyalföld, nagyon, nagyon klassz, tehát végig 2000-től 4500-ig ott van 100 Newton fölött, minden jó, ennyit tud. Mit mond a tulajdonos? Természetesen örültem volna, hogyha egy pár lóerővel, pár Newton-méterrel többet ér az autó, de nem vagyok csalódott, és lesz erősen motor építve vele. Nincs pont mese. Ezt akartam mondani, te is olyan vagy szerintem, mint én, már egyből gondolkodtál, hogy mit lehet majd kicserélni, hol a szűk keresztmetszet, optimalizálás, és jó. Én minden esetre gratulálok hozzá, tök jól néz ki az autó, belül gyári, kívül egy kicsit jobb, mint gyári. Köszi, hogy elhoztad. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. A Total Car erőmérő következő autója, ez a Volvo S80-as lesz 2007-ből, de nem ez a különlegessége, hanem a V8-as motor. Ritka típus, ritka modell, kíváncsiak vagyunk rá, hogy itt a mérőpadon a gyári 315 lóerőből mennyit tud. Ti is kíváncsiak vagytok, maradjatok velünk, érdekes mérések jönnek.